Kedves püspök atya, ugye mindnyájan tudjuk, hogy téged állandóan emlegetünk, mert mint rendes Váci Egyházmegyés papok minden szentmisében ki is mondjuk a főpásztor nevét. Mindig örömmel gondolok arra, hogy milyen jó egy ilyen püspöknek, hogy ennyien imádkoznak érte, mert hát azért nagy ez a Váci Egyházmegye, az be kell szorozni. Rám fér az imádság. Rád fér, de hát most még duplán is meg akarjuk ezt fejelni, hogy érted imádkozzunk, mert hát jubilálunk veled együtt. 20 évvel ezelőtt volt a püspök atya 50 éves, ennyit elárulunk. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, püspök, boldog szüli napot. Tudtok mást is? Mehet. És akkor, kedves püspök atya, hogy én nagyon-nagyon örömmel fogadlak, vártalak és köszöntelek, ezt nem is kell tovább ragozni, mert tényleg így van, nem mesterkét szöveg. Polgármester úr is szeretne azonban téged köszönteni. Hódolattal és nagy tisztelettel köszöntöm Karta lakossága nevében egyház közösségünkbe érkezett megyés püspök urat. Első mondatomban nagybetűkkel szedett köszönömöt mondok azért, hogy a püspök úr meghallgatta kérésünket, és lett új papja Kartalnak. A pápaválasztás évébe vagyunk, egy szokásokhoz nem szigorúan ragaszkodó, nagyon kedves pápa van a katolikus egyház élén. Nekünk, Tamási József apátúr személyében új plébánosunk van, aki néhány hónapos itt léte alatt már sok új és jó dolgot vezetett be, illetve valósított meg az egyház közösségünkben. Mintha előre tudta volna, milyen emberi megnyilatkozásai lesznek első Ferenc pápának, ő annak szellemében nagyon közvetlen, baráti szeretettel fordult első perctől kezdve a hívekhez. Nyitott ajtóval várja az érkezőket a plébánián, onnan, illetve tőle még senki nem távozott úgy, hogy kérését, problémáját, panaszát ne orvosolta volna. Boldogan mondom, hogy a lakosságból erre a legnagyobb értékelő mérce, hogy sok új látogatója lett a templomnak, sokkal többen járnak szentmisére. Egy-egy mise végén csak úgy nyüzsögnek a kartaliak az utcákon. Plébános úr látogatja a civil rendezvényeket is, bekapcsolódik a település életébe, jó példaadásával formálja a falu életvitelének módját. Sok kisgyermeket keresztelt már, és a családoknál is keresztelésre készülődés közben felébresztette néhány nagyapa, apuka szunnyadó hitét. Ma bérmálkozásra felkészített fiatalok sorakoznak itt, hogy a püspök úr, mint apostoli jogutód, a bérmálás szentségének kiszolgálásával részesítse őket. A jó talajba vetett jó mag talán csak évek múlva hozza meg a gyümölcsét, de mi e naptól reménykedünk, hogy ez így lesz, és ezzel hazánk is, népünk is gazdagabb lesz. Isten hozta, és munkájában Isten áldja meg a megyés püspök urat. Nem először találkozunk, és most a
köszöntő kapcsán azért mégiscsak ez jutott eszembe, ugye kedves éneketek után, hogy azért először vagyok Kartalon 70 évesen. Ilyen még nem történt meg eddig vele. És mindnyájatokat arra kérlek, hogy legyetek a segítségemre a hálaadásban, hogy a Jóistennek megköszönjem az életemet, a szüleimet, tanáraimat, papjaimat, mindenkit, akiket a Jóisten nekem adott, akik a hit útján vezettek. És hogy segítsetek megköszönni a 10 évet, mióta az egyházmegye püspökeként itt vagyok köztetek. És természetes, hogy ehhez kapcsolódik ez a mai ünnep, a bérmálásnak a szent ünnepe, amikor megint ti, ma bérmálkozók, folytatjátok azt a sort, azt a legdrágább, legszentebb örökségünket, hagyományunkat, hogy mi magyarok Szent István népeként az egyház közösségéhez tartozhatunk. Ezért is akarunk ma hálát adni, és ebben a hálaadásban benne van már a jövőnek az ígérete is. Az az ígéret, hogy az Úristen szándéka szerint akarunk élni, a hitünkből felnőtt keresztény módon. Hát ezért vagyunk ma itt, és nagyon örülök, hogy újra találkozhatunk. És hát polgármester úrnak a szavait is külön köszönöm, és hát apát úrnak a szolgálatát, jelenlétét és mosolygós személyét is veletek együtt köszönöm meg, hogy vezeted itt Kartalon Isten népét. A Jóisten színe előtt állunk, hozzáfordulunk most hittel, imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És lelkeddel. Amikor a Jóisten színe elé állunk, mindnyájan érezzük méltatlanságunkat, gyöngeségünket, tudatába vagyunk a hibáinknak, bűneinknek, és kérjük éppen ezért most, Jóisten megtisztító, bűnbocsátó szeretetét, megtisztító kegyelmét. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Urunk Jézus Krisztus, Te az Eukarisztia csodájában kényszenvelésed örök emlékét hagytad rá. Hadd kérünk, hogy tested és véred szent titkát úgy tiszteljük, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melchizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Melchizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá. Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Ez az Isten igéje. Istennek megy. Hogy te mindörökké, Melchizedek rendje szerint. Hogy te mindörökké, Melchizedek rendje szerint. Szólt az Úr az én uramnál, foglalj egy jobbomon helyet, míg ellenségeidet megtöröm, és zsámolj kit teszem a trónusod elé. Abbasd te mindörökké, Melchizedek rendje szerint. Kinyújtja az Úr Sionból hatalmas jogarát, uralkodjál ellenségeid támora fölött. Nálad lesz a hatalom szent fényességben a győzelem napján. A hajnal csillag előtt fültelek téged. Hadd vagy te mindörökké, Melchizedek rendje szerint. Megesküdött az Úr és meg nem bánja, te pap vagy mindörökké, Melchizedek módjára. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely, az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Isten igéje. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta, és utána ment.
ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt, akkor oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mint egy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta a tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat, majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! ban egész Európa Budapestre tekintett. Szüleim, nagyszüleim mesélték, de gondolom, ti is sokat hallottatok arról, hogy 1938-ban az Eukarisztikus Világkongresszust Magyarországon, Budapesten tartották. A későbbi 12. Pius pápa pápai legátusként volt akkor még itt, és ez is magyarázza, hogy különös szeretettel a szívén viselte a mi népünk sorsát, hiszen itt volt ezen a szép ünnepen. Ennek idén van 75 éves évfordulója. Néhány héttel ezelőtt, biztos hallottatok róla, hogy válcott ennek az eukarisztikus kongresszusnak a 75 éves évfordulóját egy kétnapos ünnepséggel ünnepeltük meg, visszaemlékeztünk erre, és próbáltuk újra tudatosítani magunkban, hogy mi Szent István népeként, mi magyarok az egyház közösségéhez tartozunk, és azt a krisztusi hitet kaptuk örökségül, aminek a záloga az eukarisztia, az oltári szentség. Annak a krisztusi hitnek az örökösei vagyunk, hogy Isten velünk van, nem hagyott árván minket. Kedves bérmálkozók, ezt a gondolatot szeretném most közelhozni hozzátok, és veletek újra átélni, hiszen a bérmálásotoknak a feltétele az, hogy most saját magatok hitvallást tegyetek. Úgy, amint egykorati szüleitek, keresztszüleitek a keresztelésetekkor tették, most ti tegyetek hitvallást erről az isteni szeretetről, amit Jézus Krisztusban megismertünk, és amit ma szerte a világon, vagy legalábbis ezekben a napokban, az Úrnap ünnepén újra élünk. Nem hagylak árván titeket, veletek maradok minden nap a világ végéig. Ez a mi hitünk minden szentmisén, az átváltoztatás szent pillanatai után minden pap azt mondja is rámutat a kenyérre és a borra, a Krisztus szavával, eukarisztiává vált kenyére és borra, hogy íme hitünk szent titka. Ezt a hitet őrzi a mi magyar népünk Szent István óta. Ezt a két gondolatot szeretném most összekapcsolni, hogy mi keresztények vagyunk és magyarok vagyunk. A keresztény hitünknek a vallása, megvallása, hogy Isten teremtő ajándékát hordozzuk, Isten atyaként adta nekünk ezt a világot, benne az életet. És most az én születésnapomon is ez nekem különös melegséget adott, különös örömet, hogy megköszönjem a teremtő Istennek az életemet, amit a szüleimen keresztül adott nekem.
S legyetek ti is ennek tudatában, hogy az életet a Jóistentől kaptuk ajándékul. A Teremtő Isten ajándékául. Aki ezt a világegyetemet megteremtette, a semmiből létrehozta, és a világegyetemnek ezt a kicsi kis pontját, a Földet az élettel ajándékozta meg. És ugyancsak megújítjuk a hitünket, hogy Jézus Krisztus személyében az Úristen megszólított bennünket, testvérünk élet, értünk született meg ott Betlehemben, vállalta a mi emberi életünket, sors közösséget vállalt velünk, mint halálig, a megváltó kereszthalálig, hogy azután a feltámadásával reménységet adjon minden ember sorsnak. Erről is hitvallást teszünk, hiszünk Isten megváltó szeretetében, minden szentmisén, amikor ezen a vasárnapi szentmisén hitvallást teszünk, megvalljuk a értünk meghalt és feltámadott Krisztust, a mi Urunkat. Ezért nevezi a magyar népünk olyan szépen ezt a mai ünnepet az Úr napjának. Minden vasárnap megünnepeljük a feltámadást, de ma az Eukarisztia ünnepén sajátos módon tesszük ezt. És hitvallást tesztek majd a Szentlélekről. A pünkösd ünnepét hozzuk ma ide Kartalra, ezen a mai ünnepen, a Szentlélek kiáradásának az ünnepét. Amit megint csak az egyházunk 2000 éves történetében nemzedékek adtak egymásnak tovább, hogy Isten megváltó szeretete a bennünk lakó Szentlélek által lesz a miénk. Mi lélekből élő emberek vagyunk, akik képesek vagyunk a jóságra, a megbocsájtásra, az önzetlenségre, az igaz szeretetre. Ez a mi hitünk. Ezt kaptuk örökségül, és Szent István óta a nemzedékek ezt adták tovább. Kedves bérmálkozók, mondjatok köszönetet Jóistennek a szüleitekért, akik elfogadtak benneteket. Mondjatok a szüleitekért hálát, akik a hit vallásban megkereszteltek benneteket, akik neveltek, segítettetek, hogy erre a mai ünnepre eljussatok. Köszönjétek meg az iskolátokat, tanáraitokat, hitoktatóitokat, papjaitokat, és ezzel a hálaadással legyen ez a mai ünnep egy ilyen eukarisztikus, hiszen ez a görög szó ezt jelenti, a hála ünnepe. És ugyanakkor pedig gondoljunk arra, hogy mi itt születtünk Európa közepén, a mi magyar népünk történetét kaptuk örökségül. És ezért hangsúlyoztam ezt, hogy nekünk most olyan kedves ez a 75 éves évforduló, hogy igen, a mi népünk a két világháború között, a sok nyomorúság között, ugye most ezekben a napokban az összetartozás napját ünnepeljük szerte az országban. Az első világháború utáni nyomorúságra gondolunk, de arra is büszkén, hogy a népünk képes volt két évtized alatt talpra állni. Akkor is volt gazdasági válság, borzasztó nehéz körülmények között éltek a mi nagyszüleink, szüleink. De a hitükből erőt kaptak, egymással összekapaszkodtak, és ez az ország talpra állt. A világ csodálatára. És most megint csak körülnézünk ebben a kis magyar hazában, az Európai Unió tagországaként. Halljuk a napi hírekben a sok panaszkodást, meg a sok aggódást, hogy mi lesz most a túlzott deficit eljárásból, fölmentenek-e már végre, hogy fog alakulni a gazdasági helyzetünk, mi lesz a lakáshiteleseknek a sorsa, lesz-e munkahely, mire fogtok ti fölnőni. Ezek a gondolatok ott kell, hogy legyenek bennünk, de azzal a hittel, hogy az Úristen újra képessé tesz bennünket arra, hogy talpra álljunk. A Szent Istváni örökséget itt és most akarjuk hordozni. És kedves bérmálkozók, ma, amikor ti hitvallást tesztek, magyar emberként teszitek ezt, és erre hívunk benneteket, ezért imádkozunk a szüleitekkel, nagyszüleitekkel, bérmaszüleitekkel együtt,
plébános atyával, az egyházközség vezetőivel, polgármester úrral, hogy sikerüljön nektek a hitből reménységgel élni, becsülettel, tisztességgel, hogy általatok jobb legyen ez a kis ország, jobb lennének az országnak a sorsa. Talán tudjátok az élet történetemből, és a püspöki címeremben is, ott van egy kedves jel, a cserkészlilióm. Amikor még plébános voltam, de hát még korábban, még minisztráns koromban is, olyan papokkal találkoztam, akik a cserkész pedagógiát átadták, abban neveltek, és aztán én is tovább tudtam ezt adni azoknak a fiataloknak, akik rám voltak bízva. És ebben a cserkészetben, ami meggyőződésem szerint olyan nevelési rendszer, olyan pedagógia, aminél még jobbat nem találtak ki, ami ma is életszerű is, és én nagyon remélem, hogy a cserkész mozgalom is újra éled majd itt Magyarországon. Ennek a cserkész pedagógiának van egy nagyszerű alapelve. Ha te cserkész vagy, minden nap tégy legalább egy jót, amivel jobb lesz ez a világ. Talán azzal, hogy valakinek segítesz a tanulásban, talán úgy, hogy a házatok környékén összeszeded a szemetet, talán csak úgy, hogy megigazítasz egy cserepet a tetőn, talán csak úgy, hogy valakitől megkérdezed, hogy miért vagy szomorú, mi bánt, hogy segítesz-e valakinek. Légy Jézusnak a tanítványa, hogy egy jót teszel minden nap. Hogy elgondolom azt, hogy milyen szépen is élhetnénk ebben a kis országban, ha mindnyájan így gondolkoznánk. A cserkészetnek hát ez a fogadalmukban benne van ez. A napi jó cselekedet. De mi ennél még többet, mi keresztény emberek, keresztény magyar emberek, még többet kell, hogy vállaljunk, a Jóisten bizalmát élvezve akarjuk az ő szeretetét továbbadni. Kereszténynek lenni számomra legegyszerűbben így fogalmazom meg, úgy élj, hogy Jézus szeretetét valakinek közvetíteni tud. Jézus bízik bennünk, az ő tanítványaiként valakiért élünk. Hát én ezt kérem tőletek, hogy a Szent Istváni örökséget, a mi hitünket magyar emberként valljátok ma meg, vállaljátok, és azt a napi jó tettet a szívetek mélyén ígérjétek meg Jézusnak és a mi magyar népünknek. És most arra kérlek mindnyájatokat, hogy álljatok fel, hogy ezt a ti ígéreteteket, hitvallásotokat megtegyétek. Megkérdezlek tehát benneteket. Ellene mondotok-e a gonosznak, a gonoszság minden cselekedetének és csábításának? És most tegyetek hitvallást. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, a kereszten értünk kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján. Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünköstkor az apostolok részesültek? Hiszünk. Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, egyházunk hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves szülők, bérmaszülők, s mindnyájan, akik ma itt vagytok, mondjatok egy csöndes imát a bérmálkozóinkért.
Én is értetek imádkozom. Mindenható Istenünk, Urunknak, Jézus Krisztusnak, Atya, Te testvéreinknek vízből és szent lélekből új életet adtál a keresztségben, és megszabadítottad őket az áteredő bűntől. Urunk, küldd le rájuk most a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szent Atyánk, Ferenc pápa, amikor megválasztották, védőszentet választott, nevet választott. És mint mindnyájan tudjátok, ahogy polgármester úr is említette, Assisi Szent Ferencet választotta példaképül, az ő nevét vette fel. Azóta így hívjuk őt, hogy Ferenc pápánk. Ti is a bérmálásban védőszentet választottatok, kíváncsian várom már, hogy ki is az, aki nektek a szívetekhöz közel van, legyen példaképetek, és legyen égi közben járótok. Ezt fogom majd tőletek megkérdezni, és kérjük együtt az ő közben járását. Közben pedig énekszóval értetek imádkozunk. Foglaljatok helyet. Kit választottál védőszentül? Szent Kristófot. Szent Kristóf az utazóknak a védőszentje. És vajon mit jelent az ő neve? Tudod-e azt? Krisztust hordozó. Krisztust hordozó ember. Hát legyél te is ilyen, és így legyen példaképed, védőszented, Szent Kristóf. Kristóf, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. És te elkezdem. Nagyon örülünk, hogy Isten áldjon. És akkor egy szent képet kapsz. És akkor cserébe ad nekem a vérmecébe. Okay. Milyen egyszerű. És akkor mehetsz a helyedre. Köszönöm szépen. Kit választottál védőszentül? Keresztelő Szent János. Jézus azt mondta, hogy nem született kedvesebb a Jóisten színe előtt Keresztelő Szent Jánosnál. Ez az igaz ember, aki előfutára, előkészítője volt Jézus küldetésének. Hát gondolj te is arra, hogy most ebben a pillanatban te is a legkedvesebb vagy a Jóisten előtt. János, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, nagyon örülök. Most már talán elkezdhetünk énekelni, és így imádkozzunk tovább. Ugye nem baj, hogy most már csöndesek vagyunk. Kit választottál védőszentül? Jaj, legyél te egy viszkerán, mert nekem is nagyon kedves vagyok. Miklós, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Nagyon örülök. Jaj, de jó! Hát őt szoktuk úgy emlegetni, mint azt a magyar lányt, vagy asszonyt később, akit a legvilág legjobban ismer, az ő szeretet, hát legyen büszkele. Erzsébet, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Békedem, nagyon csinos vagy. Közelebb. Kit választottál védőszentül? Jaj, de jó, hát akkor nem véletlenül beszéltem róla. Legyél büszke rám, hogy nekünk ilyen adta volt, és ilyen vezetője. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, és jó Isten álljon meg, nagyon örülök. Nem sok óra
is. Büszkén gondolunk ő rá is, aki a lengyel népnek is pátronája és pártfogója, de a mi magyar népünknek a legyen büszke. És az ő híte, a gyöneket példát, így van, vedd a szent élet anyám népának itt választottál védőszent. Fülöpöt? Jaj, de! Hát ő egy nagyon jó kedvű szentje volt a Jóisten. Legyél büszke rád, és Fülöp legyen a tettélet, és pártfogója. Fülöp, vedd a szent élet, a népának jelét. Béke veled, nagyon elegáns vagy. Szervusz, jó legyél! Kit választottál, lévő szemben, egy picit gyerek közelebb. Képzeld el, édesanyámat így hívtam, és nekem nagyon kedves néppen ezért. Ami Európáért imádkozott. Legyen példaképpen is, meg is imádkozzál ezért a az első, aki Jézusnak találkozott, és ő vitte aztán a többieket is Jézushoz. Merjél te is első lenni, amikor valami fontos dologról van szó. András, lehet a Szent Lélek ajándékának felállt. Védte vele, jó Isten látom, ezt adodat, itt van, és ezt őrizd meg emlék, és kérdezte. Isten hozott egy picit közel. Itt választottál, Isten hozott, kicsi gyerekezett. Kit választottál, védőszentről? Jaj, de
édesanyjáról, Monikáról beszélgettünk. De Szent Ágoston úgy van előttünk, mint az a tudós ember, akinek nagyon nagy értelmében. Hát legyél büszke rá, és segítsen téged. Ágoston, rend a Szent Élek ajándékát. Végtem el, és nagyon örülök, Isten. Luciát. Igen, na.
legyen példaképed ez a vérkapunk, és segítsen téged az őkkel. Lucia, vedd a Szentlélek olyan léphának jelenti. Béke vele, jó Isten áldozat, nagyon csinos vagy. Petri, ezt akkor Petrának küldjük. Isten hozott, kit választottál védőszentről? Krisztina, vajon mit jelent az ő neve? Krisztina, milyen más névre hasonlít? Hát Krisztus. Hát Jézus Krisztusnak a lánya, a képmása, hordozója az ő címében. Hát legyen ő példaképpen Krisztina neked is. Krisztina, vedd a Szentlélek ajándékának jelen. Béke veled, jó Isten áldjon meg. Választottál védőszentet. Luizát. Igen. Mi volt az, ami neked különösen kedves volt az ő életében? Nagyon, nagyon. Hát ennél fontosabb. Nem ingott meg a hitében. Luiza, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled. Jó Isten áldjon meg. Isten hozott. Kit választottál védőszent? Szent Tingát. Van egy ilyen unokahúgom, ő is így hívnak el. És nagyon szeretem őt. És hát mióta János pápára Szenti adta őt, azóta még közelebb áll a szívünkhöz. Ez a magyar lány, aki a lengyel lényeket is anyja. Kinga, vedd a Szent Lélek ajándékának jelét. Béke veled, jó Isten áldjon meg. Senki több?
Köszönöm, gyönyörűen énekeltetek. Most valamennyien álljatok fel, hogy a bérmálás után a Jóistenhez odavigyük a mi kéréseinket, aki biztosan szeretettel fogad minket, aki meghallgatja imáinkat. Hát tudunk mi is olvasni. Jó, hát próbáljuk. Könyörögjünk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk a szülőkért és a bérma szülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk Ferenc pápáért, Miklós püspökünkért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztusunk eljöveteléig. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvéreknek tekintsék egymást, faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe. Istenünk, Te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át szívünket úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkös napján, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jubilate, jubilate, oh, jubilate, omnisera, jubilate,
Azt mondja Józsi atya, hogy ez nagyon szép volt. Ispek atya mondja nekem, hogy ez... Tapsoljátok már meg, hát nektek nem tetszett? És tudjátok, hogy mit énekeltek? Hogy örvendjünk az Úrnak, és dicséretet mondjunk az ő nevének. Hát, ez latinul volt, de ez az értelme. Itt mindenki tud latinul. Köszönjük szépen. És most imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedbe az áldozatot, megéljen dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentlélek házja már. Kérünk, Istenünk, add meg egyháznak az egység és a béke ajándékát, amelyet ezek a felajánlott áldozati adományok, a kenyér és bor titokzatosan jelképeznek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Most valamennyien álljatok fel, hiszen most következnek azok a legkedvesebb imádságaink, amellyel Jézust köszöntjük. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az utolsó vacsorán ő apostolaival együtt étkezett, és örökségül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, feláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt, tökéletes, dicsőítő ajándékul néked. E szentséges titok által táplálod és megszentelet hívő népedet, hogy a földkerekségen minden ember egy hit fényében éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra ölthessük szent fiadat, Jézus Krisztust. Ezért zengi neked az imádás új énekét, minden élő a mennyben és a földön. Mi pedig az angyalok egész kórusával együtt hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és elhalljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal, Lajos segédpüspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akiket védőszentül választottak bérmálkozóink, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. És most álljatok fel, és együtt imádkozzunk, ahogy Urunk tanított imádkozni, és ahogy mi magyarok Szent István óta így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenekké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békés. Yeah.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Kedves testvérek, a bérmálkozók és a bérma szülők sorakozzanak elsősorban itt föl. Őket a püspök atya áldoztatja, én majd oldalt, a segítő társ pedig hátul áldoztat. Thank you.
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket isteni szereteteddel, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves jó testvérek, csak annyi gyors hirdetés, hogy az úrnapi körmenet ma az esti misét zárja, tehát aki teheti, akkor attól függetlenül, hogy most itt volt már szentmisén, este hétre jöjjön el, és utána a Szent Erzsébet kertben tart. Hat. Igen? Hat. Jó, akkor gyertek hatkor. Jó, hogy... És utána a Szent Erzsébet kertben végezzük el az úrnapi körmenetet. Nagyon gyorsan még annyit, hogy júniusban kétszer is megyünk zarándokútra. Egyszer már a 15-ét említettem, az az út már be is zárult, mármint hogy nem lehet már jelentkezni. Dugig vagyunk, 70-valahányan megyünk az emeletes busszal. Viszont néhány nappal később, 22-én szombaton Budapestre megyünk, például a bazilika kilátójába föl, oda a kupola tetejére, és egy városnéző autóbusszal járjuk be a fővárost, nevezetességeit megtekintve. Végül este a Szikla templomban veszünk részt szentmisén, a Csíksomlyóból idáig bár elhozott kegyszobor másolat jelenlétében, ami aztán két nappal később, 24-én indul innen tovább, hisz ez a ferencesek ajándéka a csenztohovai pálosoknak. Erre az útra még a Fősekresti és Marikánál lehet jelentkezni. Kedves jó testvérek, még átadom majd a szót, de annyit még nagyon örülök annak, hogy most meg tudjuk lepni a püspök atyát. Figyel most ide egyébként? Remélem, hogy nem, ugye? Jó. Mondtál valamit? Akkor jó. Szóval hála Istennek nem figyel, és akkor így elárulhatom, hogy egy meglepetés vár ő rá is. Nem születésnapi torta, ahogy azt szeretné szerintem, hanem egy egészen más, mert hogy tudom, hogy ő biztos, hogy velünk örül, és amit most meg tudok mutatni, a püspök atyának meg tudunk mutatni, az nekünk öröm, remélhetőleg egyre nagyobb öröm lesz, és éppen ezért ő ott Vácon is örülni fog velünk időnként. Hogy ez az ünnep, ez a meglepetés igazán nagyszabású legyen, hadd kérjem, hogy a kivonulás után azonnal megyünk a plébánia kertjébe. Szépen úgy, ahogy bevonultunk, vagy bérmálkozók, akár itt az oldalajtónál is kihúzhatjátok a csíkot, és egyenesen a Szente... Nem? Nem? Jó, Ágnes, mint parancsnok mondja az igazságot, én csak sugallom, hogy lényeg az, hogy előbb-utóbb kikössünk a plébánia kertjében. Egy nagyminisztránst kérek szentelt vízhintővel. Ebből szerintem a püspök atya már sejti, hogy valamit föl kell szentelnie, és ez így igaz. Na, hát szóval örvendjünk együtt, püspök atyának még egyszer én is megköszönöm, hogy eljött közénk. Mostantól kezdve két évenként lesz bérmálás, tehát jövőre éppen nem lesz, de két év múlva szeretettel várjuk újra a püspök atyát. És kedves bérmálkozók, tőletek pedig egy nagyon komoly dolgot kérek. Az, hogy értem imádkozzatok, még pedig azzal a szándékkal, hogy úgy tudjak nektek misézni, úgy tudjak mindent itt csinálni Kartalon, hogy ne kényszerből, ne azért, mert benne van a 10 parancsolatban, vagy az 5 parancsolatban, hogy vasárnap szentmisére kell menni, hanem azért, hogy ne bírjátok ki, hogy otthon maradjatok. Tehát sikerüljön olyan misékre jönnünk hétről hétre, hogy mikor mentek haza, akkor azt mondjátok, érdemes volt. És jövök jövő vasárnap is. Ehhez az is kell, hogy én tudjak nektek igazi Krisztus élményt biztosítani hétről hétre, sőt tulajdonképpen napról napra. Úgyhogy ezt kérem, hogy minden nap egy picit gondoljatok rám, imádkozzatok értem a saját érdeketekben. És hát jövő vasárnap természetesen mindenki ugyan itt ül, ahol most ül. Na azért. Eminenciás püspök úr! Az egész közösség nevében tisztelettel megköszönjük, hogy fiataljainknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.
Jó lenne, ha megértenék, és ezért imádkozzunk is, hogy megértsék, Istennek terve van velük, és feladatuk van a világban. Mi is ez a feladat? A megváltás és a teremtést nincs befejezve. Krisztus azt akarja, hogy az emberek folytassák az ő művét itt, a Földön. Isten szeretetből teremtette az embert, hiszen Isten maga a szeretet. És az Úr, a Teremtő így szólítja meg most egyenként őket, enyém vagy, ne félj tőlem, én a neveden szólítalak. Isten azonban még többet nyújt, megengedi, hogy művén munkálkodjunk, segítsünk neki boldoggá tenni az embereket itt a Földön és az örök életben. Ez tehát a feladat, és mindnyájunké. Még egyszer megköszönjük eminenciádnak a közreműködést, és születésnapjára gratulálva, valamint püspöki székfoglalójának 10. évfordulójára is emlékezve, azt kívánjuk a megbérmáltaknak, hogy tegyék életcéljukká püspök atya elmondatát, permanentes in fide, rendületlenül a hitben. Isten hozta, Isten éltesse püspök atyát. Főtisztelendő püspök atya, a bérmálkozók nevében fogadja szerető szavainkat és őszinte köszönetünket. Köszönjük, hogy ön által a bérmálás szentségében részesülhettünk. Hálásak vagyunk, hogy felnőtt keresztény életünk első perceit velünk tölti. Ígérjük, hogy a Szentlélek segítségével mélyebben értjük majd a kinyilatkoztatott igéket, hogy öntudatos keresztényekké válunk, hogy felnőtt keresztényként tanúságot teszünk hitünkről. Végül pedig kérjük Isten áldását az ön további életére, szolgálatára, munkájára. Kérjük, hogy a Jóisten sokáig tartsa meg erőben, egészségben. Isten éltesse, drága püspök atya! Az enyém egy picit szebb. De ez magasabb. Kedves elnök úr, gyere még egy kicsit ide mellé. Attól eltekintve, hogy köszönöm a szavaidat. Azt szeretném most nektek mondani, kedves megbérmált testvéreink, hogy jól nézzétek meg elnök úrnak ezt a szép ruháját. Ez olyan, mint egy magyar mente. Megjegyeztétek? Milyen ez a ruha? Magyar mente. Ezt azért mondom, mert van a Váci Egyházmegye ifjúságának egy internetes honlapja, amit mától kezdve sajátotoknak érezzetek, és ez így van, hogy mente.hu. Tehát elnök úrról ez jusson eszetekbe. Mente.hu, és hívunk ezen keresztül benneteket az Egyházmegye ifjúsági programjaira, úgy, mint ahogy itt József atyám annyiféle programról beszélt, ez a tietek. És hála Istennek elértük azt, most az én 10 éves püspöki szolgálatomnak ez az egyik legnagyobb öröme, hogy most az Egyházmegye különféle régióiban mindenütt vannak élő ifjúsági, katolikus ifjúsági csoportok. És ehhez szeretném hozzátenni azt, hogy idén ifjúsági világtalálkozó lesz Rio de Janeiroban. Ferenc pápánk oda visszamegy majd Dél-Amerikába, ő is a fiatalokat köszönteni. Mi úgy döntöttünk, mi magyar fiatalok, hogy az a drága úti költség az talán egy kicsit másra való, de ugyanebben az időben, internetes kapcsolattal Pécset tartjuk meg mi a magyar ifjúsági találkozót. És hát valaki szellemesen kitalálta, hogy ennek a mi itthoni találkozónknak ez a neve, hogy Hungario. Hát oda is szeretettel várunk benneteket. Ez július 20... Azt is a mente.hu-n ezt is megnézhetitek.
Köszönöm szépen, elnök úr. Ezért kellettél most ide, hogy el ne felejtsétek. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk. S József atya kérte, hogy naponta egy picit imádkozzatok érte. Hát értem is. A napi jó tettetekkel együtt. És sok örömet kívánok szüleiteknek, családotoknak ezen a mai szép ünnepen, és ne felejtsétek el, hogy ez éppen az Úr napjának a szép ünnepén volt a ti bérmálkozásotok. Álljatok fel, és fogadjátok a Jóisten áldását. És még egyszer köszönöm az énekkar szép énekét is, meg hitoktatótoknak, nevelőtöknek is a napi fáradozását, és sok örömet kívánok neki is, meg József atyának is veletek. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Legyen áldott az Úr neve! Most és mindörökké! Az Úr a mi segítségünk! Aki az eget és a földet alkotta! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ért, küldetésetek van. Menjünk át a plébánia udvarra. Még egyet mondanék, hogy azért nem jöttem egészen üres kézzel,
hogy ti, akik ma megbírmálkoztatok, kaptok tőlem egy ajándékot, egy kézzel fogható ajándékot, az én legkedvesebb magazinomnak a legfrissebb számát. Ennek a címe az, hogy Képmás. Ez azért olyan fontos nekem, mert kereszténynek lenni ezt is jelenti. Talán ez még inkább elsődleges, hogy Jézusnak a képmását hordozzuk a szívünkben, a lelkünkben, ránk ismerjenek Jézusra, bennünk ránk ismerjenek, bennünk ő rá ismerjenek. Tehát ne felejtsétek el, képmások legyetek. És most akkor térdet hajtunk, és indulunk a